Velünk történt című magazin műsorunkat hallják itt a 104 Rádió Egyen, és a magazinunk új blokkja a Gara Mentor, amikor is ugye hát a fiataloknak segítünk a garabonciás napokra való készülődésben. Az egyik vonal végén Gojdár Ákos. Szia Ákos, üdvözöllek! Hello, sziasztok! A másik vonalunk végén pedig Illés Gyula. Szia Gyula, szevasz! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! És itt szeretnénk már is megköszönni Ákos kedvesének, Zsófinak, hogy biztosítja telefonját, hiszen Ákosnak valami gigszer lett a telefonjával, ugye Ákos, megbeszéltük, hogy kidobod. Igen, valószínűleg csere lesz ebből. Jól van, de az a lényeg, hogy itt vagy, jól lehet hallani, úgyhogy köszönjük szépen. Gyula, akkor kezdek már is veled. Milyen kapcsolatod van a garabonciás napokkal? Legyen ez az első. Mióta vagy benne a garába? 2013-ban vettem először részt benne, ekkor kezdtem egyébként a középiskolát, és akkor a borzasztó nagy szerencsém volt egyébként, abban az évben nyert az iskolám először a garabonciás története során 2013-ban, és hát ez adott nekem egy akkora élményt akkor résztvevőként, hogy ebben mindenképpen részt kellene menni, stábtagként, jelöltként, de valamilyen formában kicsit közelebb kerülni a rendezvényhez, és hát az évek alatt sikerült stábtagként is, hát 2016-ban jelöltként is részt vettem, és egy fantasztikus csapatnak köszönhetően sikerült egy harmadik helyezést elérni, ami így a csúcspont volt a garabonciáson résztvevőként. Szuper, szívből gratulálok neked, és akkor Ákos, már is rád áttérve, te milyen tekintetben, hogyan veszel részt a rendezvényen, ha jól tudom, évek óta? Igen, hát én 2015-ben kezdtem el, akkor még csak stábtagként, viszont 2016 óta rendszeresen filmeket készítek oda. A kampányfilmeknek a jelentős részét azt én csinálom. Na, ez milyen nagy munkával jár? Gondolom, elég nagy meló ez. Ó, hát sokkal nagyobb, mint azt, amit az emberek így elsőnek hiszik. Tehát, hogy a stábokkal folyamatosan konzultálni kell, egyeztetni kell, a forgatókönyveket meg kell írni a filmekhez, mert már például tavalyi garabonciás napokon én és a kollégám összesen 5 filmet csináltunk, úgyhogy emiatt rengeteg stábbal kell ugye egyeztessünk folyamatosan, forgatókönyveket meg kell beszélni, forgatási helyszíneket kell keresni, tehát hogy az előkészletek és utána a forgatás és utána az utómunkálatok is hatalmas időt ölelnek fel. Gyula, figyelj már, azért egy nagyon komoly jó kérdés hozzád, kollega szinten mondhatom, hiszen te évek óta műsorvezetője vagy a Garának, milyen érzés? Hát szenzációsan jó, szerintem neked nem kell mondani, mint műsorvezető, nagyon jól tudod, milyen jó érzés, pozitív visszajelzéseket kapni egy rendezvény után, hogy ez sikerül, és ez több éven keresztül folyhat. Igazából úgy jött ez az egész, ugye az előbb említettem, hogy jelöltként részt vettem a garabonciás napokon, és utána egyből csatlakoztam a Békés Csabai Diák Önkormányzathoz. Nekik is ugye évközben több olyan esemény van, ami színpadi esemény, és itt kezdtem magam kipróbálni, és 2017-ben rögtön egy évvel azután, hogy jelöltként vettem részt, jött egy felkérés, egy lehetőség, hogy mi lenne, hogyha a garabonciás napokon kipróbálnám magamat Puskei Gergő barátommal egyetemben. Ezt kipróbáltuk, akkor szerencsére nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mind a szervezők részéről, illetve a diákok részéről is, és hát egyelőre töretlennek látszik ez a sorozat, már harmadik éve sikerült részt venni műsorvezetőként. Tavaly hallottalak is személyesen, úgyhogy jó volt. Igen, találkoztunk. Igen. Köszönöm szépen. Ákos, figyelj már, neked milyen jellegű megrendeléseid vannak? Milyen filmeket szoktál? Esetleg máshova is gyártasz? Igen, alapvetően nekem van egy stúdium, amivel én jelenleg folyamatosan készített megrendelésekre kisfilmeket, aftermovie-kat, összefoglalókat. Gyakran most már egyre több felkérésem van például esküvői filmekben, több fesztiválon is részt fogok venni idén is, és már tavaly is részt vettem fesztiválokon, ahol aftermovie-kat gyártottam például az adott fesztiválra. Több céggel is folyamatosan dolgozok együtt különféle promóvideókkal, úgyhogy alapvetően én meg saját kis játékfilmeket is gyártok, hogy alapvetően a garabonciás napokon kívül azért elég sokféle mozgóképes tartalmat készítek. A rendezvényre főként igazából olyan fajta kisjátékfilmeket készítek, ami azért a nézőközönségnek is emészhetőbb, de próbálok egy kicsikét mindig a stábnak a témáját egy kicsikét más irányból megközelíteni, egy picikét egyedi felfogással, egy másfajta szemlélettel megközelíteni azt az egészet, hogy az ő nekik a témájukat és a mondani valójukat azt úgy tudjam átadni, hogy még egy picikét valami kis egyediséget, valami kis pluszt adjak hozzá a filmeken keresztül. Szuper! Egyébként a következő kérdés Gyulához van nekem felírva, de mindkettőtöknek föl fogom tenni, és egy picikét ki is egészítem azzal, hogy mit szerettek a legjobban a garabonciás napokban, és mit üzennétek a fiataloknak, akik készülnek esetleg az idei, az lesz nekik az első, mikre figyeljenek oda, mik a jó tanácsok. Gyula, akkor elsőként mit szeretsz a legjobban a garában, és mi a jó tanácsod, mit üzennél? A legjobban talán azt az összetartást és azt a munkát, ami benne van az egészben, és így szervezőként is nagyon jól látható az a versenyszellem, ami benne van a levegőben, hogy mindenki egyként dolgozik,
és a közös cél, hogy az iskola a lehető legjobb eredményt érje el, és hát közben megpróbálják magukat a diákok jól érezni. Tehát úgy gondolom, hogy ez egyébként nagyon nagy felelősséggel is jár, és ez ami nagyon fontos szerintem, hogy egy középiskolás korú diák már ezzel a rendezvényen nagyon sokat tanult ezzel kapcsolatban, hogy milyen felelni valamiért, egy csapatért, egy iskoláért. És hát azt üzenném nekik, hogy mindenképpen éljék meg ezeket a pillanatokat, hiszen egy garabonciás napok egyetlen egy hét ugye nagyon gyorsan el tud menni. Tehát vasárnap elkezdődik, és igazából csettint egyet az ember, és vége is csütörtök van. Úgyhogy mindenképpen éljék meg ezeket. Nem biztos, hogy mindig lesz lehetőség visszatérni és újra megélni ugyanezeket a pillanatokat. Tökéletes gondolatok. Neked, Ákos? Hát én alapvetően a közösséget szeretem a garabonciás napokban. Ilyenkor Békés Csabának a diáksága az egyként lélegzik, egyként éltet, hogy egy hatalmas nagy közösségi rendezvény az egész, és oké, hogy itt versengések vannak, ugye nyilván az iskolák és a stábok között versengések vannak, viszont akkor is, hogyha valakinek kell segítség, hogy mondjuk az egyik stáb az mondjuk hirtelen elment tőle az áram, vagy valami, és akkor, vagy valami baj történt, a másik stáb, aki éppen mellette van, és látja azonnal meg segíteni kérdés nélkül. Ezt az összetartást és ezt a közösségi létet én sehol nem tapasztaltam, mégis ez egy nagyon egyedi dolog Békés Csabán belül, és én csak annyit szeretnék tanácsolni a diákságnak, hogy ezt ne hagyják elveszni. Nagyon szuper. Nektek hogyan telnek a napok mostanában, még így zárásként? Szürke hétköznapok, mindenképpen próbálunk természetesen én is egy kis napi rutint kialakítani, és hát gondolkodok egy a rendezvényen is, ugye most nagyban befolyásolja a jelenlegi helyzet, úgymond a kvalifikációt idézőjelben, ugye most van a diáknapoknak az időszaka, és hát remélem, hogy a lehető legjobb formában ki tudják választani az iskolák majd a jelölteket, és ősszel nem lesz akadály, hogy immáron 29. alkalommal is megtartjuk a rendezvényt. Legyen így, legyen ez a végszó. Neked, Ákos? Hát én nekem az egyetem miatt azért elég sok elfoglaltságom van, és szerencsére nem unatkozok a szürke hétköznapokban, bár azért a bezártság egy filmesnek, aki folyamatosan járkál a világban, azért neki elég fárasztó, vagy nekem legalábbis elég fárasztó lenni. És most én is aggódok a diákhetekért, ugyanis ezek az idei diákheteken már kettő filmet elkezdtünk forgatni, amit ugye sajnos nem tudtuk befejezni, úgyhogy én is aggódok a stábokért, és remélem, hogy minél jobban sikerül lesz az egészet kivitelezni nekik, hogy ha már a film az nem is készül el, de azért próbáljanak meg minél értelmesebb és minél hasznosabb diákhetet összerakni. Szuper, srácok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltatok, Illés Gyula és Gojdár Ákos, vigyázzatok magatokra, jó tanulást, jó pihenést, hogyha van, jó egészséget, és akkor remélem, hogy hamarosan folytatjuk. Köszönöm szépen! Bízunk benne, minden jót, sziasztok! Köszönjük szépen, hello, sziasztok! Velünk Történt című magazin műsorunkban ez volt a Garamentor, Illés Gyulával és Gojdár Ákossal, műsorunkat hamarosan folytatjuk.